Nézzük meg most egy 10x10-es kakulónak a megoldását. Kezdjük talán ennél a 16-nál, hiszen az a 16 7 és 9-nek az összege. Viszont ide föntre a 7-est nem írhatom be, mert hogyha ide 7-est írnánk, akkor 7-től 17-ig ide 10 kéne. Tehát ez itt 9 lesz. Alatta persze akkor itt 7 lesz. 7-től 13-ig 6 kell. 9-től 17-ig 8 kell. Ez a 24, ez nem más, mint 7-8-9-nek az összege. Tehát itt már csak a 7 és a 9 lehet. Mint ahogyan itt is. Illetve nem, itt a 7-8-9 lehet, meg itt is csak a 7-8-9 lehet. Hiszen ez 3 számból van. 7-8-9. Itt pedig szintén a 7-9 lehet. Ezt 13-ig 4 kell. De ne, ami kiszárt, mert hogyha itt 4 volna, akkor ide alá 10-et kéne írni. Ami azt jelenti, hogy nem lehet 9, csak 7. Akkor 7-től 13-ig 6 kell. Ez a 7-es itt kiesik, tehát ez 9-es marad. Innen kiesnek a 9-esek. Attól 14-ig viszont 8 kell. Biztos, hogy 8-as lesz, és akkor itt megvan a 8-9, tehát itt már 8 nem lehet, maradt, tehát a 7. Itt a 17, az 8-nak és 9-nek az összege. És persze itt is. Itt is függőlegesen, a 8-9 lehet csak, mert itt is 17 az összeg. Itt viszont 23 miatt a 6-8-9 lehet. És itt is a 6-8-9. A 4 miatt csak az 1 és a 3 lehet, itt viszont nem lehet az 1, mert hogyha ez 1 volna, akkor ide 10-et kéne írni. Ez tehát itt 3 kell, hogy legyen, alá jön az 1-es. Itt a 3-tól 11-ig viszont 8 kell. Itt a 8 miatt viszont ez már csak 9 lehet. Ez miatt a 9 miatt itt már csak 8 lehet. Ez miatt a 8 miatt itt már csak 9 lehet. Akkor itt 6-8-9 lehetséges elvileg. Viszont a 8-9 már itt van, ez tehát csak 6 lehet akkor. Ebben a sorban megvan a 6 és a 9 itt, tehát ez már csak 8 lehet. Ez a 16, ez nem lehet más, csak 7 és 9 összege. Ez az 5, ez nem lehet más, csak 1-nek és 4-nek, vagy 2-nek és 3-nak az összege. Ha viszont most megnézem ezt a 21-et, akkor látható, hogy az ide beírható legkisebb szám az a 4. Tehát nem írható be sem az 1, sem a 2, sem a 3. Ez tehát 4 lesz. 4-től 5-ig 1 kell. A 4-hez viszont már csak a 8 és a 9 írható, alulra is és fölülre is. Itt is csak a 8-9 tehát.
Mivel kijött az egy, már ebben az oszlopban, azért a másik három már szám csak 7-8-9 lehet. Itt is 7-8-9. És pontosan ez lesz itt a mérvadó. Itt a 9-et az előbb nem írtunk, azt pótoljuk, tehát itt is 7-8-9. Hiszen megnézve ezt a sort, itt már ebben a három helyben csak a 7-8-9 szerepelhet. 24, ez tehát itt akkor csak egy lehet már. Hiszen itt a 7-esen, a 8-osan és a 9-esen kívül más szám nem lehet. Milyen sorrendben lesz benne, ezt nem tudjuk. Az biztos, hogy itt ebben a három helyben csak a 7-8-9 lesz. 1 meg 8 viszont itt 9, és akkor 13-ig 4 kell. Elvéve a 4-et 21-ből maradt 17, ez azt jelenti, hogy a másik két szám az már csak 8 és 9 lehet. Ami azt jelenti, hogy itt már nem lehet a 7-es, ez tehát itt 9 lesz. Alatta lesz akkor a 7. Itt a 9 mellé már csak a 8 párosítható. Tehát itt 8 lesz. Itt viszont nem lehet már ez miatt a 8, ez miatt a 7, ez tehát itt 9 lesz. Alul nem lehet már a 9 sem, meg a 8 sem itt ezek miatt, tehát ez 7 lesz itt. Ez miatt a 9 miatt itt már csak 8 lehet viszont. Ez miatt a 8 miatt itt pedig csak 9 lehet. Akkor a 9 meg a 7 az 16, ez tehát itt 4 lesz. Akkor a 4-től 11-ig hiányzik még 7, ez tehát itt 7-es lesz, ez pedig itt 9 lesz. Mert csak 7 és 9-nek az összege a 16. Ez a 17 itt 8-9 lehet, mint ahogyan vízszintesen is csak 8-9 lehet a 17, viszont itt már 9 ez miatt nem lehet, ez tehát itt 8 lesz, ez itt 9 lesz, ez miatt a 9-es miatt itt már csak 8 lehet, és akkor megnézem most itt ezt a 30-at, mert megvan a 8 és a 9, ezért már csak 6-7 lehet itt is, meg itt is. Viszont alul a 6-os nem lehet, mert a 24 az 7-8-9-nek az összege, ez tehát itt 7 lesz, ez pedig itt 6 lesz. Itt megvan a 6 és a 8, az 14, tehát ide csak 9 jöhet már. Ez itt, a 17, ez nem lehet más, csak 8-nak és 9-nek az összege. Alulra viszont a 8 nem írható be, mert ha ide 8-at írnánk, akkor ennek is 8-nak kell lenni, hiszen csak 8-nak és 8-nak az összege lesz 16. Ez tehát itt 9 lesz, ebből következően ez 8 lesz. 9-től 16-ig 7 kell. Itt pedig megvan a 7 és a 8, hát akkor 24-ig még 9-et kell beírnunk. Itt a 4, ez nem lehet más, csak 1 és 3-nak az összege, ide viszont a 3-at nem írhatjuk ebbe a mezőbe, mert akkor alá 0-át kéne írnunk. Tehát ez 1 lesz, akkor viszont ez 3 lesz, 1-től 3-ig 2 kell, és 2-től 7-ig meg 5 kell. Tudjuk a majom a vízbe, vajon ez a 4 szám együtt 24-et ad-e, 3 meg 5 az 8, meg 9 17, meg 7 az valóban 24. Itt a 9-hez 13-ig 4 kell, még az meg már csak 1-nek és 3-nak az összege lehet. Itt is csak az 1 és a 3 lehet.
Ez a 16 viszont 7-nek és 9-nek az összege lehet. Alulra viszont a 9-es semmiképpen sem írhatjuk be, mert ha ez 9 volna, akkor a másik két számjegy összegének 1-nek kell lenni, hát ez meg lehetetlen. Ez tehát akkor itt 7 lesz, és akkor itt lesz a 9-es. Itt a 7-től 10-ig ebben a sorban már csak 3 hiányzik, az pedig innen kizárja a 3-ast, mint lehetőséget, ezért ez 1 lesz, hiszen ha ez 3 volna, akkor ide 0-át kéne írnunk. Ez itt akkor, mivel az 1 az kijött, akkor 3 lehet. 1 meg 7 az 8, akkor itt 10-ig 2. Itt a 4 az nem lehet más, mint 1 és 3-nak az összege. Itt kijött a 9 és a 2, 9 és a 3, hiányzik még, tehát az 1 és a 2. Itt csak 1-2, meg itt is 1-2 lehet. Ez nagyon jó. Ez azt jelenti, mivel itt már ez a 2-es itt van, ezért itt már csak az 1-es lehet. Itt lesz a kettesünk, ez miatt az egyes miatt ez 3-as lesz, ez miatt a 3-as miatt ez pedig 1-es lesz, már innen nagyon könnyű, mert 1 meg 2 az 3, 11-ig 8 kell, itt pedig 8 meg 1 az 9, és akkor 14-ig 5 kell. Ezzel ezt a 10x10-es kakurót megoldottuk, ennek a megoldása tehát így néz ki.